Egy nap alatt 65 új koronavírus fertőzöttet regisztráltak itthon, újabb áldozata nincs a járványnak, a beoltottak száma folyamatosan nő. 33 lélegeztetőgépet ajándékozott Magyarország Mongóliának. Szijjártó Péter azt mondta, a negyedik hullám letörésének kulcsa a felkészültség. Második világháborús bombát hatástalanítanak a főváros 13. kerületében, kiürítik a környéket. Erdőtüzek pusztítanak a törökországi Antalya környékén, a hatóságok szerint elképzelhető, hogy szándékos gyújtogatás történt. Jó napot kívánok, ez a Híradó délben, itt az M1-en és a Dunán Józsanett vagyok. Csak nem 18 ezer, többségében második körös oltást adtak be tegnap itthon. A beoltottak száma már az 5.611.000-et is meghaladta, és több mint 5.419.000-en vannak, akik már mindkét vakcinát megkapták. Magyarország a teljes átoltottságot tekintve továbbra is az elsők között van az Európai Unióban. Így járványügyi szempontból az egyik legbiztonságosabb ország. A delta variáns azonban több európai országban is erősen terjed, ezért a szakemberek azt kérik, hogy aki még nem oltatta be magát, azt tegye meg. Tegnap 65 új fertőzöttet regisztráltak itthon, újabb áldozatot viszont nem követelt a járvány. Jelenleg 79 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, akik közül 13-an vannak lélegeztetőgépen. Az operatív törzs Európában elsőként teszi lehetővé itthon a harmadik oltás felvételét augusztus 1-től. Az oltásra az est.gov.hu oldalon lehet majd időpontot foglalni azoknak, akik már legalább 4 hónapja megkapták a második oltást. Békási Szabolcs országos kollégális szakmai vezető házi orvos a Kossuth Rádióban azt mondta, a házi orvosok a pacienseik állapotát figyelembe véve ajánlhatják a harmadik dózis felvételét. Hozzátette, jelenlegi ismeretek szerint, mintha valakit a korábbitól eltérő vakcinával oltanak be, akkor nagyobb védelmet kap. Csapás irány az úgynevezett heterológ vakcináció. A heterológ vakcináció azt jelenti, hogy lehetőség szerint valamilyen más típusú vakcinával folytatódjon az oltás. Tehát, hogyha valaki például mRNA-s alapú vakcinát kapott, akkor a harmadik védőoltás az lehetőség szerint vektor alapú vakcina legyen, és fordítva, valaki vektor alapú vagy elölt vírus tartalmazó vakcinát kapott, akkor mRNA-s vakcinával történjen az immunizáció. Magyarország 33 lélegeztetőgépet adományozott mongóliai kórházaknak, jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter Ulánbátorban. Szijjártó Péter azt mondta, a világjárvány eddigi hullámaiból tanulva Magyarország megteremtette a védekezéshez szükséges kritikus fontosságú eszközök saját gyártási kapacitását, így például lélegeztetőgépeket is tudunk már gyártani, hozzátette, ennek köszönhetően pedig a baráti országoknak is tudunk segíteni. Másfél évvel ezelőtt az egész világ Kínában állt sorba, hogy maszkokat, lélegeztető gépeket, védőruhákat vásárolhassunk. Már a Magyarországon ezeket az eszközöket nagyrészt le tudjuk gyártani, így tehát felkészültünk arra, hogy le tudjuk törni majd a negyedik hullámot is. Most pedig nézzük, hogy alakul a járványhelyzet a világban. Szerbiában az elmúlt hetekben megtöbbszöröződött a napi új fertőzöttek száma, tegnap már csaknem 300 új beteget regisztráltak, még néhány hete még 100 alatt volt ez a szám. Közben az oltakozási kedv megrekedt az országban, a felnőttek alig fele vette fel valamelyik vakcinát. A legrosszabb arány a fiatalok körében van, részletek Belgrádból Pető Attilától. Mostanra mindenki, aki tart a vírustól, vagy esetleg utazni szeretett van, azok már mind felvették a védőoltást, úgyhogy a szeptemberben attól tartanak, hogy súlyosbodni fog nagyon is ez a járványhullám. Amint mondják a szakemberek, az egészségügyi szakemberek, minden második ember van veszélyben a jelen pillanatban. Szlovéniában a lakosság fele még semmilyen védettséggel nem rendelkezik, tehát nincs beoltva, és a fertőzésen sem esett át. Közben terjed a delta variáns, az új fertőzések 95%-át ez a mutáció okozza. A betegek többsége nem vette fel a védőoltást. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a jelenlegi védettségi arányok mellett az új fertőzöttek és a kórházban kezeltek száma a negyedik hullámban az eddigieknél is magasabb lehet. Lendváról Magyar Lovrics Mirjana jelentkezett.
Az intézkedések, melyekkel sikeresen meg lehetett állítani a járvány első hullámát, már nem voltak elég erősek az alfa variánssal szemben, a delta terjedésének megállításához pedig abszolút-e túl gyengék lesznek. Egységesek abban, hogy az oltás az egyetlen megfelelő válasz, a kormánynak pedig azt javasolták, hogy az országban szinte mindent védettségi igazoláshoz kössön, és a kormány ezt meg is tette. Hónapok óta először regisztráltak koronavírussal fertőzött beteget Pekingben. A kínai fővárosban ezt megelőzően több mint 180 napig nem regisztráltak új megbetegedést. A beteg a délkelet-kínai Hunan tartomány egyik nemzeti parkjában járt, és ott fertőződött meg. Az elmúlt időszakban több népszerű turista célponttal összefüggő esetet is regisztráltak Kínában. Az országban jelenleg összesen 887 aktív esetet tartanak számon, közülük 23 beteg állapota súlyos. Újabb 4 hétre meghosszabbították a fertőzések miatti lezárást Ausztrália legnépesebb városában, Sydneyben. Csak indokolt esetben hagyhatják el az emberek a lakhelyüket, és aki tud, annak otthonról kell dolgoznia. Sydneyben már 1 hónapja tartanak a lezárások, de ezeknek egyelőre nincs eredménye. Az ország második legnépesebb városában, Melbourneben ugyanakkor fellélegezhetnek az emberek. Ott véget ért sorrendben az 5. lezárás. Elnéptelenedett utcák Sydneyben, csak elvétve jelennek meg járókelők, ők is maszkban. Csak az hagyja el a lakhelyét, aki nem tud otthonról dolgozni, illetve orvoshoz megy, vagy a rászorulókon segít. Az emberek kezdenek belefáradni. 1 hónapja vagyunk lezárva, és most újabb 4 hét következik. Betartjuk a szabályokat, és bízunk abban, hogy túl leszünk a járványon, mondta egy férfi. Sydneyben eredetileg július 30-án oldották volna fel az óvintézkedéseket, ám 1 hónappal meg kellett hosszabbítani a korlátozásokat, mert nem sikerült megfékezni a koronavírus delta mutánsának terjedését. Új-Dél-Wales állam miniszterelnöke azt mondta, ugyanolyan feldúlt és frusztrált, mint mindenki Sydneyben, mert nem sikerült a kívánt szintre szorítani az esetszámokat, sőt az újonnan regisztrált betegek száma egyetlen nap alatt megduplázódott. Az adatok elemzése alapján a szakemberek megállapították, hogy a járványhelyzet egy ideig még romlani fog, mielőtt javulást tapasztalnánk, mondta a kormányfő hozzátéve, a rendőrség fokozottan ellenőrzi majd a szabályok betartását. Kiemelte, erre azért van szükség, mert a napokban egy szabályellenes gyászszertartáson 50 ember vett részt, akik közül 45-en megfertőződtek. De nem csak a gyülekezéseket tiltották be, hanem a létfontosságú cikkeket árusító üzleteken kívül mindennek zárva kell lennie, a helyiek pedig csak 5 kilométerre hagyhatják el otthonukat. A maszkviselés mindenhol kötelező. Ausztrália második legnépesebb városában, Melbourneben ugyanakkor fellélegezhettek az emberek. Itt véget ért a sorrendben az 5. lezárás, amit ugyancsak a fertőzések magas száma miatt vezettek be. Csütörtökön kinyithattak az éttermek és a pubok, az oktatási intézményekben pedig ismét van tanítás. Egy korlátozás azonban megmaradt, a következő 2 hétben az otthonában továbbra sem fogadhat senki vendéget. Tudjuk, hogy ez sokaknak kihívást jelent, főleg azoknak, akik már régen nem találkoztak a rokonaikkal és a barátaikkal, de azzal is tisztában vagyunk, hogy a fertőzések sokszor pont az ilyen összejöveteleken történnek, fogalmazott Victoria állam miniszterelnöke. Az azonnali lezárások, a gyors kapcsolatfelvétel és a szigorú közösségi távolságtartási szabályok betartása eddig segített Ausztráliának abban, hogy a többi fejlett országhoz képest alacsonyabb legyen a koronavírusos betegek száma. Az országban alig több mint 32 ezer fertőzöttet regisztráltak, az elhunytak száma pedig 1000 alatt maradt. Az átoltottság azonban nagyon alacsony, csak a lakosság 10%-a kapta meg a koronavírus elleni vakcinát. Szakértők szerint a járványhelyzet akkor javulhat, ha jelentősen emelkedik a beoltottak száma. A magyar gyermekvédelmi törvény rendkívül heves nemzetközi támadása mögött multinacionális médiavállalatok állhatnak, erről beszélt a Századvég jogi elemzője az M1-en. Ifjabb Lomnici Zoltán azt mondta, a törvény szigorítása miatt a reklámbevételeiket féltik ezek az uniós nagyvállalatok.
Az Európai Unióban a gazdasági érdekcsoportoknak óriási lobby ereje van. A századik jogi szakértője szerint többek között ezért is érte olyan példátlan erejű támadás a magyar gyermekvédelmi törvényt itthon is az Európai Unióban. Ifjabb Lomnici Zoltán hozzátette, az EU-nak leginkább az a problémája a gyermekvédelmi törvénnyel, hogy az a reklámokban és a médiatartalmakban korlátozza az LMBTQ propagandát. Elsősorban itt a médiaszolgáltatók, tartalomszolgáltatóknak a lobbija lehet, ami miatt Magyarországot így támadják, hiszen nem szeretik különösen a határokon átnyúló tartalomszolgáltatást nyújtó gigacégek azt, hogy egy tagállamból megmondják, hogy mit mutathatnak és mit nem mutathatnak. A témával kapcsolatban a kormány által nemrég kezdeményezett népszavazáson világosan elmondhatják a véleményüket majd a magyarok. Erről pedig már a 21. század intézet elemzője beszélt a Kossuth Rádió Jó reggelt Magyarország című műsorában. Vannak olyan országok, ahol az LMBTQI jogoknak a propagálását tartják előbbre valónak. Vannak olyan országok, és Magyarország is ebbe tartozik, ahol a kormányzat úgy döntött, hogy ebben a határt úgy húzza meg, hogy a gyermekek joga előbbre való legyen. Egyébként majd lesz egy népszavazás, és a népszavazáson eldől, hogy a társadalom többsége is így gondolja ezt. Nagy Ervin arról is beszélt, hogy a tolerancia szó fogalmát a baloldal teljesen átírta. A másik véleményének tiszteletben tartása helyett ez szinte mára a véleményterror szinonimája lett. Ez a fajta értelmezése a szabad gondolkodás teljes felszámolásához vezet. A szombati Pride-dal kapcsolatban az elemző pedig elmondta, maga az esemény önmagában bizonyítja, hogy Magyarországon nincs diszkrimináció. Söpöljük félre a propagandát! A szombati meleg felvonuláson Budapest főpolgármestere is felszólalt. Beszédében egyebek mellett a propaganda felszámolását sürgette, azonban a Magyar Nemzet csütörtökön arra hívta fel a figyelmet, hogy a fővárosi turizmus segítő cég a Budapest Brand Kft. Honlapja és Facebook oldala a múlt hétvégén csak úgy öntötte magából az LMBTQ propagandát. A Magyar Nemzet megjegyzi, az említett fővárosi cég egy olyan podcast adást is gyártott, amely a gyermekvédelmi törvény ellen hangolja a hallgatókat. Bizonygatni próbálják például, hogy miért szükséges meleg szervezeteknek az iskolákban a homoszexualitásról felvilágosítást tartani. Mindez az első homoszexuális mesekönyvet kiadó Labris Leszbikus Egyesület genderkutatójának és egy transvestita előadó művésznek a szakértelmét is felhasználták. Alap úgy fogalmaz, a fővárosiak érzékenyítését közpénzből, vagyis a budapestiek vagyonából végzik Karácsony Gergelyék. Újabb információk kerültek nyilvánosságra a Momentumos Cseh Katalin korábbi céges ügyeivel kapcsolatban. A Mandiner számolt be arról, hogy az EP képviselő a családi cégben betöltött vezetői tapasztalatát és referenciaként tüntette fel a párt 2017-es tisztújtó küldött gyűlésén. Cseh Katalin a botrány kirobbanásakor úgy védekezett, hogy ő már lemondott a vezetésről, amikor a KFT megnyerte az uniós forrásokat. A Mandiner szerint viszont már a lemondása előtt megválasztották a Momentum elnökségi tagjának. A családi cégben betöltött vezetői tapasztalatát is referenciaként tüntette fel Cseh Katalin a párt 2017-es tisztújító küldőgyűlésén. Erről írt csütörtökön a Mandiner. Alap emlékeztetett, az EP képviselő ezekkel a tapasztalatokkal került be a Momentum elnökségébe. Cseh Katalin 2013 és 2018 között volt az apja által alapított Pannonia Nyomda Kft. Vezetője. A napokban ezen cég körül alakult ki botrány, amikor kiderült, a Kft. Összesen 285 millió forintot nyert EU-s pályázatokon. A nyomdához köthető cégeken keresztül pedig további, összesen több mint 4,5 milliárd forintnyi közpénz landolt a cseh család üzleti partnereinél. Ráadásul a cégháló a Pesti Srácok információi szerint együtt vadászott az uniós támogatásokra. A Mandiner emlékeztetett, az ügyhöz hozzátartozik az is, hogy Cseh Katalin korábban többször is azért lobbizott, hogy az EU érvényesítse Magyarországgal szemben a jogállamisági mechanizmust és korlátozza az EU támogatások kifizetését. Az is kiderült, hogy a családi cég arra hivatkozva is nyert 68 millió forintos uniós támogatást, hogy a 2024-es magyarországi olimpia megszervezésében vesz részt, miközben éppen Cseh Katalin volt az egyik vezéralakja az olimpia ellenes aláírásgyűjtésnek. Ráadásul a vállalat egy már létező technológiával pályázhatott, a benfentes.net szerint abban a céghálóban, amely a cseh családhoz tartozó Pannonia Nyomda Kft. Körül alakult ki, megtalálható egy olyan vállalat, amelynek a svájci anyavállalata már 2013-ban kifejlesztett egy hologramképet. Cseh Katalin az M1 kérdésére cáfolta, hogy köze lenne a vele kapcsolatba hozott vállalatokhoz, és azt is mondta, hogy ő már lemondott a vezetésről, amikor a családi cég megnyerte az uniós forrásokat. A Pannonia Nyomda Kft. Valóban indult két olyan uniós pályázaton, amely
végül sikerrel járt. Ezek a pályázatok rendben zajlottak, és a Pannonia Nyomdó Kft. Tudtommal megfelel a pályázaton elevírt követelményeknek, de mint korábban említettem, én az első pályázat beadása követően lemondtam ügyvezeti tisztségemről, és az elbírálás már azután következett be. Csak hogy közben a Mandiner azt is megírta, hogy Cseh Katalin a Pannonia Nyomda ügyvezetői tisztségéről csak 2018. januárjában mondott le. A Momentum elnökségi tagjának azonban már fél évvel korábban, 2017. augusztusában megválasztották. Ráadásul az LP képviselő már jóval korábban is politizálhatott. 2015-ben alapítója volt a Momentum Mozgalom Egyesületnek, de saját bevallása szerint is már egyetemi évei alatt is tevékenykedett, a Bajnai féle együtt aktivistája volt. A Momentum 2017-es tisztújító küldőgyűlésén pedig azt mondta, évekig dolgozott külföldi pártokkal, és irigy volt, amiért itthon nem ezt látta. Azért jött haza, mert végre látott alternatívát. A Duna nézőinek most köszönjük a figyelmet, az M1-en folytatódik a híradó. Újabb kisgyermekeknek szóló az LMBTQ propagandát népszerűsítő könyv kapható már hazai internetes áruházakban is. A könyv az ABC-t tanítja meg a gyerekeknek, de szándékosan szakít a hagyományos példákkal. Olyan kifejezéseket köt az ABC betűihez, amelyeket a globális LMBTQ propaganda hálózat kényszerít a közbeszédre. A könyv a 6-7 éves korosztály célozza meg. Elemzők szerint ez is azt bizonyítja, hogy a gyerekeket minél fiatalabb egyben a legbefolyásolhatóbb korban próbálja elérni az LMBTQ. C is for coming out. Coming out, vagyis felvállalása annak, hogy valaki leszbikus, meleg, biszexuális, transznemű. Ez jut az eszébe az angol C, vagyis a C betűről annak a kisfiúnak, aki a GBC című könyvből tanulja meg az ABC-t. A kiadvány szándékosan szakít a hagyományos példákkal, úgy, mint az A, mint alma, vagy C, mint cica. Ehelyett a globális LMBTQ propagandahálózat által a közbeszédre erőltetett kifejezéseket köti az ABC betűihez. Például a D az nem darázs, hanem drag, vagyis nőnek öltözött férfi. A G nem gombolyag, hanem gay, vagyis a homoszexuális vagy meleg angol megfelelője. A könyv egyértelműen azzal a céllal készülhetett, hogy a 6 és 7 éves, tehát az iskolában éppen kezdő gyermekek az írás és az olvasás alapvető készségeit már az LMBTQ propaganda szókészletén keresztül sajátítsák el. Erről a jelenségről számolt be a metropol.hu. A cikkben arról írnak, hogy a könyvpiacon egyre több olyan kisgyermekeknek szánt könyv jelenik meg, amely az LMBTQ közösséget propagálja. Nyugaton pedig már az is mindennapos jelenségnek számít, hogy akár transzvesztita LMBTQ aktivisták járnak be óvodákba, iskolákba, hogy a másságot népszerűsítsék, akár ezekkel a könyvekkel. A legnagyobb probléma pedig talán az, hogy sokszor ehhez a tanintézmények nem is kérik ki a szülők engedélyét. Brüsszel most az oktatási törvény és a gyermekvédelmi szabályok módosítását követeli. Sérelmezik, hogy nálunk nem lehetséges az, ami Nyugat-Európában már állandósult. Ott az LMBTQ aktivisták bejárnak az óvodákba és az iskolákba, ők végzik a szexuális felvilágosítást. Nálunk is ezt akarják. A múlt héten szerdán jelentette be a miniszterelnök, hogy a gyermekvédelemmel kapcsolatos törvények folyamatos támadása miatt a kormány népszavazást kezdeményez. A magyarok háromnegyede úgy látja, hogy szülői engedélyhez kell kötni a homoszexualitásról való oktatást az iskolákban és az óvodákban. Derült ki a Nézőpont intézet múlt hétvégén közzétett országos reprezentatív felméréséből. Rázágoston Sámuel, a Nézőpont csoport igazgatója szerint mindez nagyon erős támogatást jelent. A magyar társadalom túlnyomó többsége ezzel a, ha tetszik, konzervatív állásponttal ért egyet, hogy a szülők feladata a gyermekeiknek a nagy kérdésekről való nevelésében, oktatásában beleszólni, és a nagy kérdések közé tartozik a szexuális nevelés is. Mráz Ágoston Sámuel ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, hogy a baloldali szavazótábor megosztott. A kormányfőt nem támogatók 56%-a is úgy látja, hogy szülői engedélyhez kell kötni a homoszexualitásról való oktatást az iskolákban és az óvodákban.
A Jobbik egyik vidéki szervezetének volt vezetője is részt vett a szombati Budapest Pride-on, akit a Pesti TV stábja vett észre a felvonulók soraiban. Heiner Krisztián korábban annak a Kurucinfónak írt cikkeket, amely rendszeresen rasszista és homofób nyelvezetet használt, valamint éveken át követelte a Pride betiltását. A Pesti TV ezért most arra volt kíváncsi, hogyan jutott el a jobbikos vezető a Kurucinfótól a mostani felvonulásig, de erre már nem kapott választ. Mit képzeltek magatokról? Azt, hogy tévék Mit vagyunk. Mit képzeltek magatokról? Ezzel az erőszakos reakcióval köszöntötte a Pesti TV stábját a kapuvári Jobbik korábbi vezetője a szombati Budapest Pride-on. Heiner Krisztián szivárványos trikóban vonult fel, a szóváltás később folytatódott. Elvettük hülyéktek magatokból, Pesti TV, ne haragudj, de mennyire egy gyökér média, ne haragudj. Nem ő volt az egyetlen politikus, aki pártja színeit legalább egy napra a szivárvány színeire cserélte. Berecki Miklós szintén jobbikos politikus is a tömeggel vonult szombaton a tolerancia jegyében. A politikus közösségi oldalán egy fotót is közzétett a szombati eseményről, amihez azt írta, először voltam a Pride felvonuláson, és remekül éreztem magam. Tojásokkal, flakonokkal, kövekkel és homokkal töltött zacskókkal dobálják a Budapest Pride-on vonuló tömeget. Ezek a felvételek még 2007-ben készültek. Árpád sávos zászlókkal vonultak az ellentüntetők, az erőszakos támadásokban az eseményt szervező Jobbiknak is jelentős szerepe volt. Vízsugárral oszlatták fel a rendőrök az LMBTQ közösség tagjainak felvonulása ellentüntetőket 2008-ban. 58 ember tartóztattak le a Budapest Pride-on, amiért a tér díszköveit felszedve kövekkel és gázgránátokkal dobálni kezdték a felvonulókat, valamint a rendőröket is. Új szinten a homofóbia, ezzel a címmel írt az akkori Pride-ról a nol.hu. A portál arról számolt be, hogy a Jobbik tagjai meg is fenyegették a felvonulókat. A megtévesztett utcára készülőknek üzenjük, most még visszafordulhatnak, még mielőtt az ébredő és szerveződő társadalmi ellenállás falaiba ütköznek, üzenték a felvonulóknak 2008-ban. És a csendőrségnek nem az lesz a feladata, hogy ilyen muziparádékat biztosítson az Andrássy. A Jobbikot most vezető Jakab Péter sem finomkodott korábban. A Hír TV által nyilvánosságra hozott felvételen a párt elnökének egy 2010-es beszéde látható. Jobbikba semmi dolog nincs, hogy ezeket az aberrátokat kell nekik viselni. A Jobbik elnöke most már egészen másként fogalmazott a homoszexualitásról. Erről a Mandiner írt egy napokban megjelent cikkben. A portál szemlézte Jakab Péter a Politikónak adott interjúját, amelyben a jobbikos politikus azt mondta, a homoszexualitást el kell fogadni és tolerálni kell. Legkevesebb 3 ember meghalt és több mint 60 megsérült egy tűzvészben Törökország déli részén, a magyarok által is kedvelt üdülőhely Antalya közelében. A tűz a környező fenyőerdőből terjedt át az egyik településre. A lángok terjedését az erős szél és a hőség is segíti. A hatóságok még vizsgálják a katasztrófa körülményeit, de a gyújtogatás lehetőségét sem zárták ki, mivel a lángok 4 különböző helyen közel egy időben csaptak fel. Repülőgépekkel oltották a házakat a dél-törökországi Manavgat nevű kisvárosban szerdán. Az épületek akkor kaptak lángra, amikor a település körüli erdőtüzek átterjedtek a lakott területekre. Többen otthonuk ablakából vették fel, ahogy a szomszédos házak kigyulladtak. A térség felett szétterjedt a sűrű füst, amelyet még a 75 kilométerre fekvő Antalya strandjain is látni lehetett. A hatóságok szerint azonban a magyarok körében is kedvelt üdülőhelyeket nem fenyegetik a lángok a földközi tengerpart vidékén. Több mint 400 tűzoltó vonult azonnal a katasztrófa helyszínére, még a szomszédos tartományokból is vezényeltek át egységeket. A hatóságok helikoptereket is bevetnek, hogy megfékezzék a tüzet. Az oltást azonban nehezíti az erős szél és a forróság, amelyben könnyen kigyulladnak a kiszáradt fenyvesek. Erőfeszítéseik ellenére azonban már csaknem 1500 hektárnyi terület vált a lángok martalékává, több száz ház teljesen kiégett, van olyan negyed, ahol egész utcák váltak romhalmazzá. Ráadásul a lángok a külvárosból a település központjára is átterjedtek. A tűztől fenyegetett épületekből biztonságos helyre menekítették az embereket, azonban több tucatnyian így is égési sérüléseket szenvedtek. Eközben a környékbeli kórházakban készültséget rendeltek el, hogy gyorsan elszállíthassák a betegeket, ha közel érnek a lángok. Reméljük, hogy minél hamarabb el tudjuk oltani a nagy területre átterjedt tüzet. Az eset minden részletét kivizsgáljuk, és minden támogatást megadunk az embereknek, akik kárt szenvedtek, nyilatkozta a török elnök.
A hatóságok még nem tudják, hogy mi okozta a katasztrófát. Egyelőre a gyújtogatás lehetőségét sem vetették el, mivel a lángok 4 különböző helyen közel egy időben csaptak fel. Vizsgálat indult Belgiumban a rendkívüli áradások okozta halálesetek és a károk felelőseinek megállapítására. A 2 hete pusztító özönvízben a legfrissebb adatok szerint 41-en haltak meg, az áradás házakat döntött romba, autókat sodort el. A belga politikai pártok által kezdeményezett vizsgálat célja, hogy kiderítse, történt-e emberi mulasztás, akár az árvízvédelemért és a vízügyi előrejelzésért felelős hatóságoknál. Második világháborús bombát találtak egy építkezésen a főváros 13. kerületében. A hatástalanítás idejére a rendőrök fél kilométeres sugarú körben kiürítették a környéket. Kapcsolunk a helyszínre Jóf Ferenchez. Szervusz! Hol tartanak most a munkák? Jó napot, köszöntöm a nézőket! Déli 12 óra előtt pár perccel sikerült a tűzszerészeknek hatástalanítaniuk a robbanó szerkezetet. Tegnap érkezett a bejelentés, miszerint itt, ahol mi most éppen vagyunk, és a mögöttem látható építkezésen egy robbanó szerkezet gyanús tárgyat fordított ki a markoló a földből. A tűzszerészek még tegnap kiérkeztek ide a helyszínre, és beigazolódott a gyanú. Egészen pontosan egy 500 kg-os amerikai romboló bombát találtak a helyszínen, amelyben mind a 2 gyújtószerkezet még benne volt. Ezt a 2 gyújtószerkezetet itt a helyszínen hatástalanították, illetve szerelték ki a bombából. Magát a bombának a testét pedig a pár perccel ezelőtt elszállították az egyik központi gyűjtőhelyre innen a helyszínről. Zsanette is említetted, fél kilométeres körben lezárták a környéket, a környező épületeket kiürítették már a reggeli óráktól kezdve. Pár perccel ezelőtt indulhatott meg itt a környéken a forgalom, és térhettek vissza a lakosok a Békeút, Tahi út, Tatai utca, illetve Gyöngyösi utca által határolt területre. Feri, köszönjük szépen! A két ország közötti kereskedelmi kapcsolatokról tárgyalt az éjjel a külgazdaság és külügyminiszter a Tatár Köztársaság miniszterelnökével Kazanyban. Szijjártó Péter azt mondta, Tatárföld Oroszországon belül a második legjelentősebb kereskedelmi partnere Magyarországnak. Emellett a hazai gyógyszeripari termékek iránt is nagy a kereslet, az élőállat kivitel pedig megduplázódott az elmúlt időszakban. A tárcavezető hozzátette, Tatárföldön található a világ 7. legnagyobb kőolajmezője, ahol közösen próbálják ki a MOL új technológiáját. Fokozott ellenőrzésre és forgalomkorlátozásokra kell készülni a Hungaroring környékén a hétvégi Forma 1-es magyar nagydíj miatt. A pálya melletti parkolóban már működik az ideiglenes rendőrtábor. A Pest megyei rendőrfőkapitányság csaknem 1200 rendőrrel biztosítja a helyszínt. Lovas, kutyás, motoros és szegvét használó rendőrök is lesznek. Továbbá helikopterről is figyelik a forgalmat. A rendőrök a Hungaroringre érkezőknek azt ajánlják, hogy időben induljanak el, mivel idén a jegy mellett a koronavírus elleni védettséget igazoló karszalagot is be kell mutatni, így a beléptetés idén hosszabb időt vehet igénybe. Az ellenőrzés célja a közúti közlekedés, a közrend és a közbiztonság rendjének a fenntartása, a jogsértő cselekmények elkövetésének a megelőzése, a felderítése, illetve megszakítása. Péntek reggeltől lépnek életbe különböző forgalomkorlátozások, amelyekről bővebb információkat a rendőrség honlapján létrehozott Forma 1-es fül alatt érnek el. Az idei 210 milliárd forintról jövőre több mint 400 milliárd forintra nő a felsőoktatás állami támogatása. Erről beszélt az innovációs és technológiai miniszter, amikor elhelyezte a Budapesti Gazdasági Egyetem új központi könyvtárának és hallgatói centrumának alapkövét. Palkovics László azt mondta, a következő időszakban eddig soha nem látott mértékű, az egyetemek által összeállított program alapján 2700 milliárd forintnyi fejlesztési forrás áll a magyar felsőoktatás rendelkezésére. Egy olyan létesítmény alapkő letételén vagyunk, amely modern közösségi teret és hát könyvtárat fog létrehozni. Az egyetem új központi könyvtárának és hallgatói központjának a tervei egy 21. századi elvárásoknak megfelelő multifunkcionális létesítmény képét vetítik előre.
Jövő vasárnapig lehet jelentkezni pótfelvételin a szeptemberben induló felsőoktatási képzésekre. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium államtitkára emlékeztetett, most azok próbálhatnak bejutni az egyetemekre, akiket az általános eljárásban nem vettek fel, vagy nem is jelentkeztek sehová. Sanda Tamás elmondta, a pótfelvételin egy felsőoktatási intézmény egyetlen képzésére lehet jelentkezni. A ponthatárokat várhatóan augusztus 27-én hirdetik ki. További tudnivalók a felvi.hu honlapon olvashatók. Még szeptember vége előtt érdemes lenne átgondolni a moratóriumban lévő lakossági folyószámla hitelek és hitelkártyák kezelését. Erre hívta fel a figyelmet a miniszterelnök gazdaságpolitikai főtanácsadója. Nagy Márton a Kossuth Rádióban elmondta, hogy a moratóriumban minden hitel bekerült, így például a magas kamatozású hitelkártyák is, amelyeknek a kamatozása akár a 30-35%-ot is elérheti, ha a felvett pénzt nem sikerült időben visszafizetni. Hozzátette azt, hogy a moratórium folytatódik október után, a nemzeti konzultáció eredményétől függ. Egy külön szabályozáson gondolkodunk, itt most az ügyfeleknek nem kell majd semmit se csinálniuk, hogy akik ilyen hitel típussal, tehát hitelkerettel rendelkeztek, azoknak a újraértelmezzük a hiteleit, ami hát oda vezet, hogy ezek a kamatok, amiket felszámítottak a bankok, valószínűleg csökkenni fognak ezen termékek esetén. Német nemzetiségi hagyományőrző tábor tartanak Vértessomlón. A diákok az 5 nap alatt jobban megismerik a kultúrájukat, valamint táncot és népzenét is tanulnak. Soltész Miklós egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár azt mondta, idén országszerte 360 hasonló tábort szerveznek, mintegy 350 millió forintos állami támogatással. Hozzátette, a kormánynak nagyon fontos a hagyományok ápolása, ezért évről évre többletforrásokat biztosít a Kárpát-medencében élő nemzetiségeknek. Elmúlt 10 év hatalmas nagy változást jelentett az életükben. Összességében 5-szörösére, 6-szorosára növekedett a támogatás, és nagyon sokrétű. Legyen az oktatás, legyen az kulturális tevékenység, legyen az táborok, mintha most is vagyunk, majd legyen sok minden más is, például a pedagógusoknak a külön támogatása, a pedagógus képzésben a támogatás, és ez mind-mind azt szolgálja, hogy megmaradjanak. A közmédia idén is elindítja tehetséggondozó programját. A kiválasztott mentoráltak megismerkedhetnek a szerkesztői, műsorvezetői vagy a felvételvezetői, stúdió és rendezőasszisztensi tevékenységekkel. A Duna Televízió csatornaigazgatója szerint fontos, hogy a képzésben résztvevők a napi gyakorlatban tanulják meg a szakmát. Bekerülnek ide hozzánk, kapnak mentorokat, és különböző műfajú műsorokba próbálják ki magukat, lett legyen az magazin műsor, zenés show műsor, gasztroműsor, állatvédő műsor, más egy stúdió, más a külső forgatás, más színésszel forgatni, más vendéget hívni, ezt meg kell tanulni a napi gyakorlatba. Illegális halászokat tartóztattak le Olaszországban. A parti őrség 18 embert gyanúsít védett kajdók gyűjtésével és kereskedésével. A bűnszervezet a puhatestűeket kilónként több mint 200 euróért árulta a fekete piacon. A kajdókat ráadásul erősen szennyezett területen halázták Nápoly déli részén. A sziklafúró vagy más néven datolja a kajdókat csak a kőzet megbontásával lehet elérni. Ehhez a halászok kalapáccsal szétverik a partmenti sziklákat. A bűnbandák már több olasz partszakaszt megrongáltak. Jól lehet, ez a tevékenység több mint 20 éve tiltott az országban. A francia rendőrség őrizetbe vett 2 férfit, akiket azzal gyanúsítanak, hogy ők rabolták ki kedden Párizs leghíresebb ékszerüzletét. A Champs-Élysées sugárút közelében lévő üzletben egy férfi fegyvert rántott, majd miután az ott dolgozók átadták a drága köveket és az ékszereket, egy elektromos rollerrel elmenekült. A rendőrség most azt közölte, hogy 2 férfit fogtak el egy kelet-franciaországi autós pihenőhelyen. A montenegrói papírokkal rendelkező gyanúsítottak egy Belgrád felé tartó buszon ültek, és a rendőrök megtalálták náluk a megközelítőleg 2,7 millió euró értékű zsákmányt is. Eddig tartott a híradó, további híreket találnak a híradó.hu-n. Jolik Csei Betta a Nemzeti Sporthíradóval, ha tehetik, tartsanak velünk!